Folytassuk, srácok. Az Elden ringezésünket. Ez a set még mindig nagyon menő. Ez a fákja is még mindig nagyon menő. De ez nem az a set, amiben én játszom a játékot, csak megmutattam nektek legutóbb, hogy miből élünk. Aha, közben azt nézem, hogy tudom hordani ezt a vicces kalapot. Legalább ennyit javultak a statjaim. Hát offstream kéne farmolnom rúnákat, hogy a normális setembe tudjak játszani. De hát még nem alakultak úgy a dolgok. De legalább tudok nektek ilyet csinálni. Nagyon jó. Nagyon jó. Mit csináltunk legutóbb, aki esetleg lemaradt volna a legutóbbi streamekről? Annyit tudok nektek mondani, hogy festményeket keresgéltünk és találtunk, illetve ezt a teljes területet megpróbáltuk átfésülni. Maradtak ki dolgok, főleg Anasztázia, aki elveszett az éterbe. Meg kell néznünk majd a rewardját, hogy pontosan mi az, amit akart ő adni nekünk. Itt lett volna egy invader, de mivel Mogot jóval idő előtt megöltük, ezért a legtöbb invader az így eltűnt. Dungeon-öket túrtunk egyébként itt, nem tudom, hogy az összeset, de elég sokat. És legutóbb itt egy farkas kifogott rajtunk. Úgyhogy vissza fogunk térni a farkashoz, és őt megpróbáljuk jól inasba rakni. Akit érdekel, hogy bosszokkal hogy állunk, mint állunk, nekik azt tudom mondani, hogy van még Melania, van még nekünk Maliket, van nekünk sárkány, boss, és nem csak egy sima nagy szörny, hanem boss sárkány. Aztán van nekünk Horalunk, az első Elden Lordunk, illetve az Elden Beast. Ezek így még biztosan hátra vannak. A nagyobb bossok közül nyíltvilági és dungeon boss még simán elképzelhető. Úgyhogy ezek azok, amik így még várhatók a héten. Amit ma szeretnék csinálni, az, hogy ezt a hegyes részt ezt így teljesen átfésüljük. Illetve átmegyünk Meléniához. Sose voltam nagy LEGO gamer, de a második Batmobile-t építjük a párommal, lehet meg kéne nézni a... Nézem a DC Villains LEGO játékot. Azt nem vágom. Így a LEGO játékokkal én se sokat játszottam, de amikkel játszottam, az nekem nagyon tetszett. Nem jönnek a Nintendo-s kiadások olyan számmal? Nem vágom, Xidi. Azt az infót kaptam, hogy konzolvilágnál a lehető legtöbb ilyen előrendelői cuccot be lehet szerezni. És nem járok úgy, mint most a... mi az? A LEGO Star Wars Skywalker szagával. Én furcsálom a hype-ot a LEGO körül, nem rossz játék, de elég egy kapta fácsak. Igen, most az a különbség, Zakika, hogy játék mechanikailag nagyon-nagyon sokat fejlődött. A legtöbb LEGO játék olyan, mintha igazából csak más skin lenne a különféle játékokon, viszont ez játék mechanikailag nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött, olyan, mintha azt mondanánk, hogy vannak a LEGO játékok, amik majdnem ugyanolyanok, ez pedig már a LEGO 2, úgymond. Anasztázia jó droppot ad a Snowgroundon, ha volt már előtte invéd, akkor itt is támadnia kell. Igen, de nem támad valamiért, pedig kétszer már meggyilkoláztuk, de megnézzük majd, hogy mi lehet. Szóval, kutyus.
Igen, mint hogyha a régi Assassin's Creed vonalról átléptünk volna az újra. A trilógiára, igen. Ha nem Star Wars lenne, akkor csekkolnád, aha. Ja, szóval... hát bízunk benne, hogy ez sikeres lesz a Kika. És akkor... és akkor a többi... játék is követi majd ezt a vonalat. Az hogy lehet egyébként, hogy... Hogy már játszható egyébként a Skywalker saga, hogyha ma van a megjelenés. Vagy a konzolon ez nincsenek ilyen megjelenési akármik. Ami most probléma lesz egyébként, hogy ezt a nagy farkast megöljük. Ez a nagy farkas eléggé szivatós. Szia Golden Samurai! Te mázdista! Lehet konzolon átültet a dátumot? Aha. Offline-be raktad a gépet, aha. Nem, fizikai, én... Tehát, hogy nagyon sok embert láttam már játszani egyébként a játékkal, úgyhogy biztos, hogy nem sajtós példányan. Úgyhogy nem tudom, hogy... Az hogy lehetett. Ez most nagyon nehéz lesz, srácok, mert itt a farkas, és őt... Ja, a nagy farkas, és őt nem tudom megölni. De legalábbis nem tudom, hogy hogyan kéne megölni. Perpil. Azt a rohadt. A legzavaróbb dolog az, hogy nem lehet látni. Nem lehet látni a köd miatt. Hazahoztad a boltban. Hát figyelj. Ha megteheted, Xiri. Sajtos példány, azok a legjobbak. Na, ezt most úgy kéne csinálnunk, hogy a farkasok ne szedegessék le ilyen rohadt gyorsan a HP-mat. Az abszolút nem érdekel, hogy rúnákat bukok, meg meghalok, mert az egy olyan dolog, ami ilyen szükséges rossz a játékban.
ez ne frusztráljon titeket sem. Főleg mivel ez egy open world játék, tehát hogy runákat bárhonnan lehet szerezni. Üdv mindenkinek közben, sziasztok, sziasztok! Nagyon jó. Na jó, nagy darab. Meg kéne ölni... Hihetetlen. Meg kéne ölni a nagyot. Hogy amikor hívja a nagy... farkas... többieket... Bár lehet, hogy rögtön hátra kéne szaladni. Itt lesz egy... Igen, itt lesz egy ilyen trükk. Én nem akarom, hogy közbeszóljon. Jó, kész. Oké, iszunk egyet. Elkasztoljuk ezt. Azt a rohadt! Na jó! Hát ez nagyon durva, srácok! Ez nagyon durva. Tehát... Akkor... Ez a támadás jó lesz ahhoz, hogy megöljük a kis farkasokat. De a nagy farkashoz ez nem jó. Vagy legalábbis így ebben a formában nem jó. Ha te egy boss lennél, mert mint a játékban is, és meg akarnám harapni a lábad, akkor ki tudnál ledodzsolni engem. Mi? Jó, az nem egy farkas. Hát esküszöm, ez az open world-ös farkas, nagy farkas jobban kifog rajta, mint a legtöbb boss a játékban. Bár itt igazából nem az a boss. Hát itt a boss az maga az, hogy nem látok. Pihenni? Hogy értem? Na nézzük. Szevasz, Yoda! Hát
Hát nem, séf, az a helyzet, ilyen gyorsan nem tudok választ adni neked, ne haragudj. Már ez itt van. Jézus! Az best. Az best. Köszi szépen. Szívás lesz még mindig. Jaj, nem ezt akartam. Az a helyzet a... Ez hihetetlen. Az Epic Store-os cloud mentések jól működnek? Nem tudom, ez nem Epic Store-ba játszom. Azbest, köszi szépen a 16 hónapot. Srácok, peregjenek a szögek Azbestnek. Nekiméljetek a... Azbestnek nekiméljetek a csetet. Ez most amúgy egy meglehetősen jó try volt. De még mindig nem halt meg. Úgy néz ki, hogy a tűz az jó lesz ellene. Nem ezt, hanem vennék, hanem generált, mert vennék valamit és hétvégén meg laptopon játszanék. Nem tudom. Az helyzet. Epikes játékokkal annyit játszok, hogy kipróbálom őket, az sem. Egy farkas. Még egy farkas. Most vagy jobbra, vagy balra van a nagy farkas. Nem látom sehol. Jó, ez már a hatalmas farkas. Na, megtaláltuk. Jaj! De megijesztett ez a lovas, srácok. Jó, kis farkasokat így egy villámmal agyon tudjuk vágni.
Fú, te szemét! Na végre! El se hiszem. Szia, gerépa. Szóval nem tudom egyébként, hogy hogy mennek az Epic Cloud szévek. Szerintem legalább annyira megy jól, mint amúgy a Steam-es. De így nincs vele tapasztalatom. Köszi szépen. Hát ez nehezebb volt, mint egy boss. De komolyan. Sokkal nehezebb volt nekem most, mint egy boss. Mert nem látom. Látta volna, tudtam volna pozícionálni. Na hát még itt egy ilyen is van. Na, és akkor meg tudom pergetni, az vesznek. Ó. Oh. Wow. Ez konkrétan áthozott minket arra a részre, ahol az Ertri avatár van, és ahol ott vannak kutyusunk. Wow, de durva, itt van egy átjáró. Itt végén vége lett nálam, olyan ürességet éreztem, kezdtem egy új STR-biadat. STR-biadat én is amúgy kezdenék, mert jó párszor megfordult a fejembe. Ez a szomorú fej nagyon viccesen néz ki rajtad. Tudom. És hogy ha már bosszokat nyomunk, srácok, akkor csináljunk meg egy Deathbird-ot. Méghozzá erre. Épp azt néztem, hogy lehet-e idézni, nem lehetett. Nem lehetett, akkor máshogy állunk neki. Máshogy állunk neki. Ezek a Death Ride Bird-ok, ezeknél akkor nem lehet idézni. Ők olyanok, mint akkor ezek szerint az esti lovasok. Ja, buborék fújót elhozhattam volna még. Hát nem látok semmit. Nyugi!
Azt mondta, hogy őt nem érdekli a mutatványom. Jó, de hát a gravitációval ránk csalt. Na, tehát akkor jó lesz ez. De maradunk a buborék fújásnál. És most megint este kell, úgyhogy legyen, ugye? Megvetted a Tiny Tina Wonderlands-et? Nagyon parázol a mentéseiden, akkor érdemes nyomni így egy napi egy ilyen mentést a Cloud CV-idre, vagy mi a lokális mentéseidre. Szevasz, Dave! Tehát... akkor ezt átvesszük. Tehát a játék után is a kamera a legnagyobb ellenség. Igen, be kell le. Engem most szivatott is itt a játék. Nem. A Tiny Tina, a Assaulton Dragon Keep, vagy mi volt az Epic ingyenes. Nem, a Wonderlands. A Wonderlands az új. De jó. Jó. El leszünk, srácok. Nem próbáltuk még a sárkány varázslatokat. Majd ki akarom próbálni, de egyelőre még nem. Srácok, peregjenek a szegek vekerének. Köszi szépen a 47 hónapnyi töretlen támogatásodat. Lassan 4 év, basszus. A Tiny Tina játék, amire gondolsz, az a Borderlands 2 DLC volt, amiből csináltak egy önálló játékot. És 10 euróért most a szem annyiba kerül. Intézkedtél már a pánsti szállással kapcsolatban? Na, a királyság! Akkor gyorsan visszamondjuk, hogy mégse jó a 24-e. Mi lesz 24-e? Na tehát... ha most nem fogok nuboskodni, akkor talán le is tudnám győzni a bosst. Színkülönbség van, ez segített. Eddig segített, srácok. Jól gondolom, hogy most megszivattam magam? Haló! Jó, ez egy ostobaság volt, amit én itt csináltam, hogy ide kijöttünk a szélére. Ez nem. Ez nem jó. Ez nem jó ötlet. Ez nagyon nem jó ötlet. Hú. A buborék fújással egyébként az a gond, hogy addig nagyon sérülékeny vagyok, de... csak össze tudjuk vele hozni. Ha más nem, akkor visszamegyünk az előzőekre. Sziasztok, Anomist. Tehát ez nem volt jó. És most már tudjuk, hogy honnan lehet triggerelni a madarat. Ez ilyen kis felkészülés a jövőre. A boss fightokra.
felkészülés a sokszor meghalásra. Igen, 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 szem az. Pontosan, pontosan. Eddig jól csináljuk a felkészülést. Lehet, hogy megölt... Hát, szerintem nem. Nem ölt meg, hanem elfogyasztott. Elfogyasztott. Konkrétan Sticky elfogyasztott. Üdvics, kacok. Na jó, akkor másik útvonal. Biztos ez a gond, srácok. A szemétje. Explosive Ghost Flame. Wow. Tök jó, Astromist. Az a lényeg, hogy élveztem. Buborék fújómester. Hát, halló, bizony szentes, lefújtuk. Szia, Misi. Jaj. Na hát, ez így kellett. Ez így kellett, mert az a helyzet, ennél már csak rosszabb lesz a játék, mármint abból a szempontból, hogy bosszokat illetően. Na. Az árkénen kéne még húzni kettőt. Ha meg tudjuk tenni, ha nem, akkor nem, igazából nincsen gond. Jó. Üdvít mindenkinek közben. Kacok, ahó, ahó. Tehát, így van. Azt mondja, haladjunk szépen a bosszokon itt, mert én úgy gondolom, hogy ezzel a résszel már így végeztünk, főleg mivel Anasztáziát nem találjuk, ha majd eljön ő, mondjuk valószínűleg Anasztázia. Anasztáziát egyébként ideírják. Igen? Ideírják Anasztáziát? Na nézzük. Szóval Anasztáziát meg kéne találnunk. Ő egy invader. És eddig nem volt sok sikerünk. Nem akarok estét, mert elegem van az estéből, meg elegem van abból, hogy nem látok semmit, úgyhogy örülök, hogy végre ennek a területnek vége lesz. Nagyon-nagyon örülök neki. Öt óriások vannak, nem Anasztázia. Itt van egy szék fölül, amit villámok őriznek. De ez már, ahol én voltam, ez már jóval... Jól emlékszem, kb. A lovasok és a folyók között találkoztam vele. Uh-huh. Lovasok folyók az. Hát én kíváncsi leszek majd a final bossra. Hogy fog menni. Hát meg ezekre az utolsó bossokra nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak menni. Lovasok és a folyók között. Lovasok és a folyók között, aha. Aha, akkor az, ahol az idézett óriások is vannak. Uh-huh.
Szerintem amúgy a Mog megölése ezt is tönkretette. De, ezekre a lovasokra gondolsz, nem? Vekárra. Akik már nincsenek itt. A két lovasra. Itt az óriások vannak. Őket nem tudjuk, hogy ki idézi meg. Anasztázia sehol nincs. Az a helyzet, hogy nincsen Anasztáziánk. Őt még egyébként erre a területre is írták. Az a helyzet, ha invét történne, akkor leszedne engem a lóról, de semmi nem akar leszedni a lóról, úgyhogy... Anasztázia szerintem bukó. Szerintem bukó. Szevasz, Coolers. Pont néztem, Coolers, a klippeket, és láttam, hogy neked van egy 4 éves PUBG-s klippen. Hát, amúgy foglalkozzunk Anasztáziával, tehát, hogy hol lehet. Elden Ring Anasztázia. Stevie! You have returned. Köszi szépen a 31 hónapot. Srácok, ismét csak jöhet a swag spam. Azaz nosztalgia bizony. A javából. Anasztázia. Így van. Azt mondják, hogy a legjobb landmark, hogy hol van ő, az egyébként ez a rész. Tehát, hogy Anasztázia itt van, ennél a résznél. Hogy itt valószínűleg alattunk. De Anasztázia nagyon nincs itt. Hogy itt kéne, hogy beinvédeljen. Itt. Na, Anasztázia például nem spawnol, hogyha a putrid avatárt megöljük. Tehát, hogy nincsen Anasztázia, mert meghalt a putrid avatárt. Meghalt a putrid avatárt. Tehát, Anasztázia hozzá kapcsolódott. Akkor mindegy. És ezt tudjátok, hogy miért szíves? Azért, mert ő a végén adott volna nekünk... hát, mit is adott volna nekünk? Egy Somber Ancient Dragon Smithing Stone-t. Ami tök jó lett volna. Csak... kötődött a putrid avatárhoz. Tehát azt írják, hogy main bossokat nem szabad ölni a régióba, hogyha invadereket akarunk ölni. Engem nem zavar, Skullers. Abszolút. Na, tehát... akkor haladjunk szépen sorban. Csak elmegyünk odébb. Na, talán itt nem fog senkit se zavarni. Tehát... itt halt egy lovas. Igen, itt ezen a részen. Aztán meghalt egy Blackblade Kindred... itt a... ez Rold. Igen, a Roldos lift előtt.
aztán meghalt nekünk itt a Giant Conquering Heroes Grave-be az Ancient Hero of Zamor, aztán a következő az Anmi Ulkeratid Tree Spirit, ő is meghalt, aztán van nekünk egy Tree Avatarunk itt. Szerintem ő is meghalt, mert ő dobta a piros és a kék kristályt, a cuccot, amivel lehet egy olyan flaskát csinálni, ami maxot ölti a HP-dat, illetve maxot ölti a monádat. Mármint, hogy az egyik felét. Lehet találni vagy 8 szombert, nem jó, de nem hatalmas érvágás, aki marad egy-kettő. Az helyzet, hogy én eddig konkrétan 2 találtam. Mármint, hogy igen, tehát hogy 2 találtam, úgyhogy nem kerestem egyet sem. És eddig 2 10-es fegyverem van. És még a szílemet jó lenne felhúzni. Oké, megyünk tovább. Juno Hozlót írják ide, ő meghalt. Aztán van egy Death Ride Bird, olyan, amit az előbb legyőztem itt, és van egy Tibia Mariner itt. Ők haltak. Van egy Commander Nial, akire azt írják, hogy Hard itt, ő is meghalt. És van egy Vike itt, az Evergel-ben. Na, és van nekünk itt a Guardians Garrisonba egy Chief Guardian Arganti. Nem rémlik így most név alapján. Chief Guardian Arganti. Valószínűleg tőle van az egyszemű pajzs. Igen, ő dobja a One-Eyed Shield-et. Oké, megyünk tovább. 12-es. 12-es a Borealis, itt a Frozen Lake-nél, ő is meghalt. 13-as. A Gaskin Apostol és a Noble, illetve a Chigus itt. 14-es. 14-es az Invader. A Bloody Finger Okina. A 15-ös pedig a Fire Giant, ő is meghalt. 16-os. 16-os, 16-os. Putrid Grave Warden Duelist. Aha. Egyébként nagyon jól nézett ki. És van egy 17-esünk, a két lovas este, ők is haltak. 18-as. Astel, Stars of Darkness. Ez egy jó Dragonstone farmolós hely egyébként. Csak jól körbe kell néznetek. Itt is lett volna egyébként egy Ancient Dragon Smithing Stone, de én azt nem találtam meg végül. Így visszanéztem a vodba, úgyhogy núbiai voltam. 19-es a Sanguine Noble. Megnézzük, hogy rá mit mond a wiki. Azt mondta Zakika, hogy őt már nem fogjuk tudni megölni Mog miatt, ha jól emlékszem. De megnézem a wikit, hogy mit mond. Azt mondják, hogy ő egy boss. Invader. Ja, hát akkor ez valószínűleg felejtős. Jó, nem találok okosságot az interneten. Ezekben a zónákban már lassan hozzáválják az emberhez őket, végig is utolsó tier cucca, késői zónákban van több. Ja. Jó, hát nem tudom. Tehát a Noble és a setje az nekem így kimarad. Van egy Anasztáziánk, aki szintén kimarad, mert megöltük a Putrid Avatárt. 21-es. Great Worm Theodorix. Ő is meghalt. Aztán Mizbegotten Crusader. Ő dobja a Golden Order fegyvert. Brutál jól néz ki. Ő is meghalt. 23-as Putrid Avatár. Sajnos ő hamarabb halt meg. 24-es Death Ride Bird. 25-ös Black Knife Assassin Ordina. Ó, akkor ezt már nem kéne tovább néznem, mert hogy ide írt egy boss-t.
Jó, akkor úgy néz ki, srácok, hogy ezen a területen elfogytak a bosszok. Remélem a lootokat is átnéztem. Mert akkor igazából mehetünk tovább ebbe a városba. És akkor mehetünk tovább kifelé is. Melania felé. És akkor előveszük a torcsunkat. A Sentry torcsot. Így már heavy loadon vagyunk. Radagonnal, az gond. Mert akkor így ezt kiveszük. Sentry torcsal lehet látni az assassinokat, illetve lehet látni még mit is, nem tudom. Valamit még lehet látni. És azért hozom ide a torcsot, mert ezt a területet már láttam. Hát vagy egy speedrunnernél, vagy egy végigjátszásnál. Ez itt nem nyílik. Ez gyanús. Tehát egy szél zárja az utat. Egy szél zárja az utat. Zavar, hogy van egy csomó extra seeded és maxos a potid? Ez a izé? Meg kell gyújtani a négy figurát. Be kell menni az Evergill-be. Jujuj. Jujuj. Tehát itt az... Tehát ez az egész város egy Evergill. Akkor azért van huncutkodás. A szél még mindig le van zárva. Mit mondanak? Balra vannak. Azt a rohadt! Kömény! Ez nagyon kemény, srácok. Fú, de utálom! És nem vérzik.
A izé miatt látszódik, csak a torcs miatt be kellem. Itt talán lehet, hogy elég jó ruha. Most jöttem ide először, szentes. Most járok itt először. Ilyenkor újra kell tacsitacsiznom a szilt. Úgy néz ki, hogy igen. Oké. Akkor azt hiszem megvan. Egyelőre ide rakjuk. Mert így tudunk célozni is közben. Na. De jó. Azt hittem 200 IQ-s vagyok, de közben nulla. Á. Tehát, ha a fákja van a bal kezembe, akkor az ő specialjét akarja a játék, és akkor nem tudok kardozni. Jó, akkor mást kell megnéznünk. Akkor nyomunk egy cserét. Tehát. Nem tudom, hogy ezt meg lehet-e csinálni, de most leteszteljük. Tehát, torcsatak. Oké, tehát a Sword of Night and Flame nem megy. Csak akkor, hogyha olyan van a kezünkben, ami... Aha. Értem. Uh-huh. Jó. Akkor azt találtam ki... hogy Godfrey helyett jön egy kis STR. Godfrey helyett jön egy kis STR, és akkor kalapáccsal mivelődünk. Ezt nem ide akartam rakni. Kalapács. Mert így tudjuk egy kézbe fogni a kalapácsot, ide pedig jöhet a torcs. Na. Megnézzük, hogy ez mennyire lesz hatásos. Fú, ez az assassin nagyon durva. Tehát annyira durva, hogy nem tudok semmit csak kasztolni, hogyha éppen csinálja a dolgokat. Én nem, én azt hiszem, Tishére gondolsz, mert van Black Knife Assassinom. A Tishére gondolsz. Mint szomban. Nem tudtam staggerölni. Pedig a hammerök brutális staggert nyomnak, és nem kapja.
Ez gond. Akkor lehet, hogy... Lehet, hogy ezt kéne megpróbálni. Az a durva... Mert hogy az a komoly, hogy most már egyre durvább dolgok vannak a játékban. És most szívunk. Szia, Peki. Még arra gondoltam, hogy a pálcát a kezembe lehetne venni, és akkor mehetnének a varázslások. Igazából, az még talán egy járható út. Így. Na. Ja, rossz kezbe rám. Meg elnyomjuk még ezt is. Ó, basszus. Jó, a lépcső volt a megoldás a problémákra. Hát ez nagyon komoly. Jó, tehát a lépcső lesz egy... Jó. A lépcső lesz a megoldás, srácok. Fú, basszus. Ez már akkor is idegesítő volt, amikor a kastélyba találkoztunk vele. Most így agyalok, hogy mit lehetne még csinálni, de az a helyzet, hogy őt nem lehet staggerolni. Azzal meg, hogy látok... Hát eddig nem úgy nézett ki, mintha sokra mentem volna. Ez a képesség sem volt jó. Akkor lehet, hogy hagyni kéne a torcsot. Bár maradjon. De a staff az nem volt nyerő. A szemét! Jó. Igazán ormatlan, nagy fegyver staggerli, csak az a mestében. Nekem van ormótlan nagy fegyverem, de nem staggerli. Adhatsz egy tippet? Mondjad, Quantum Loop. De
Hát a lépcső tűnik eddig egyébként a megoldásnak. Ugye a lépcsőhöz csalom. Bloodhounds, nem? És ez mibe segít nekem? Mármint vágom, hogy ez micsoda, de az miért segít nekem? Gyere! Hú, de undorító vagy. Jó, ez halál. Nem, mert nem ölt meg. Tehát elég lett volna kaszálnom, srácok, a rendes fegyveremmel. Kikerüli a támadásokat. Az oké, okay, de nem az a gondom, hogy nem tudom kikerülni a támadásait, hanem az, hogy nem tudom eltalálni támadásokkal. Srácok. Hát, hogy egyik támadásommal se tudtam megsebezni. Jó, az a kérdés, srácok, hogy lesz-e itt még ilyen enemy? Mit mondtok? A klasszikus Guts Ultra Great Sword Stagger elé tudtam már, csak annak 31 STL kell és mocsok stamina. Az egyik legdurvább, tehát a kétkezes nagy monstrumok nagyon gyorsan staggerölnek, és a hammerök meg pláne, tehát ennek elvileg brutális staggerje van, amit az előbb én használtam. Ebből csak egy, hála Istennek. Kettő van vekelek szerint. Jó, akkor inkább félünk, mint megijedünk. Lehet, hogy őt nem kellett volna meglőni? Lehet. Kettő ilyen assassin van. Szuper. Srácok. Nem tudunk lovagolni.
Asta. Chipked. Hármat lő, és utána leáll. Ötöcs kacok. Blue Silver Bracelets. Négy figura. Négy figura, és szílek vannak. De szívtál ezek az í... Ah, oh, nézzétek csak, ott valaki mászik. Jó, nem ez az út, ami most nekünk kell. Olyan menekülést még nem láttatok, amit majd én csinálni fogok, hogyha találunk egy asszaszint. Túl nyilvánvaló az a hely. Itt írnak. Fönt. Hát, hogy föl. Jó, oda akartam menni. Hát, ha nem innen, akkor innen. Három láncsa öli az íjászokat. Aha, az jó. Az jó. Ez jó volt. Aha, aha, látom, látom. Lehet menni innen több fele is. De ki az, aki meg akar engem szivatni vajon? Ó, aha. Látom. De mennyit látok? Három ilyen izét látok már, srácok. Na? Hol lesz a vicces enemy? Tudja, hogy lesz vicces enemy. Ez nem lehet ilyen könnyű, nyilván. Ugye kidugja a fejét. Jó. Akkor úgy csinálunk, mintha nem lenne enemy. Asztarat! Srácok, ez nem vicces. Ő most hova tűnt? Ok, tehát, hogy ide föl lehetett volna amúgy jönni. Ja, nem csak egy van, tényleg. Nem vicceltetek. Skacok. Annyit áruljatok el, hogy... Ha egyszer ezt én már begyújtottam. Akkor nem kell többször, igaz?
Vagy többször is be kell. Elég egyszer, jó. Kösz. Nem alszik el, jó. Szia, Mobu. Hogy nyomja valaki ott az osonást? Ott egy ijász. Szia! Van még egy. Joy, oh joy. Aha, szerintem ott lesz a másik. Ott. Aha, és ott még ijász is van. Ja, akkor itt most mi lemegyünk szépen. Közben nyomogatom itt a targetelést, vagy a target lokos gombot. Nehogy meglepjenek. Bár úgyis megfognak. Mi volt ez az árnyék is itt például? Slumbering egg. Nincsen hihi? Se haha. Ne szívassatok, hogy másik irányból kell oda felmenni. Így nagyon úgy néz ki. Ez egy biztonságos hely. Innen én nem akarok lemenni. Itt nem bánthatnak. Ők is albinaurikok egyébként, akik itt nyomják. Ó, ott körbe ment. Én meg fogok halni, hogyha ilyet akarok csinálni. Én ilyet nem fogok tudni csinálni. Hopp, pácska. Mondtam. Mint Latenna? Meg mint, hogy is, Loretta? Inkább a feljárót kell először megkeresni, a loot az ott maradt. Oh! Szia, Benny Hungary. Nincs-e terve Search and Destroy-ozás a Hemlock Clan-nal? Nincs. Jó. Jó. Oké, tehát három begyújtva. Mondom, szerintem az utolsó ott van, arra lesz. Itt le. Ott egy loot. Jó, és azt nézem, hogy itt mi körbe tudunk-e menni. Jó, én innen szeretnék menni. Ez egy biztonságos út, itt nem bánthatnak meg az orgyilkosok. Igaz, srácok? Fú, én nem értem. Mi volt a logika, hogy elkapotta az assassin, és megszeretgetett, majd utána már nem akart megszeretgetni többször. Ez miért lehetett?
Csak véletlen? Véletlen, hogy már nem akar többször megszeretgetni? Ez fájni fog. És pont lehajoltunk. Lehet, hogy elfogyott a HP-ja, ment a főni ez a bónuszért. De másodikkal nem is találkoztál. Ha? És nem itt van. Itt van valahol egy negyedik, amit be kéne gyújtani. Ha? Oké, én nem mertem volna fogadni, hogy itt van. Ha, érdekes. Jó, itt most én leugrok ezért a lootért. Ami runárk. Nem tudom, hogy hogy fogok tudni visszajutni. Ciki. Jó, hát igen. A negyedik az itt van, srácok. Ez elég egyértelmű helyen volt. Megtört a seal. Nos, miért jó nekem, hogy megtört a seal a városba? Van-e itt valami loot, amiért érdemes visszajönni? Vagy mehetünk tovább? Ez ennyi volt, kijátszottuk ezt a várost? Tudom, hogy nincs oksa. Azt írják, olvassuk el a masszást. Van? Tényleg, mert mondtátok, hogy itt megszereztétek az endgame armorotokat. A kérdés, ellenség lesz-e? Mondjuk tök mindegy, mert a progresszünk már megvan. Csak az Evergy-ben van enemy, az meg véget ért. Jó, akkor körülnézünk egy kicsit. Igen, ez tényleg nem működik már. Black Knife Hood Armor Gauntlet. Black Knife, tehát hogy ez. Hoppácska. Black Knife. Ja? Ja, ez elég király. Ez elég király. Ott egy enemy. Egyébként. Tök menő. Ja, ezt csinálja az, hogy nincs hangunk.
Ja, nagyon király, hogy nem volt hangja a lépteimnek. Gyanítom, hogy ő egy senki, mármint úgy senki, hogy... nincs nála semmi izgi. De olyan, ő is olyan, mint a dungeonben volt. Van értelme? Vérzik szerencsére. Van értelme, tényleg. Hát kidobta... Kidobta a kesztyűt. És tényleg van értelme. Mondjuk azt sem tudom, hogy hol van az a kesztyű. Rotten Duelist. Akkor ez egy cipő? Lehet, hogy félreértettem egyébként. Ez egy cipő egyébként. Tehát most dobta ki a Rotten Duelist cipellőjét. Itt van. Rotten Duelist. Duelist. Igen, csak hogy ebből a setből nincs meg minden. Ez. Azt a jól néz ki amúgy. Ez elég fullas. És megvan a fegyvere is. Tök jól néz ki. Pillanat. A Rotten Duelist setet akarom megnézni gyorsan. Rotten Duelist set. Van helm is egyébként. Wow. Van helm? Nem tudom, hogy az megvan-e nekem. Én úgy látom, hogy nincs itt az inventorimban. Jó, tehát akkor kell a helm. A helm... A helmet ideírja amúgy a játék. Ó, aha! Tehát, hogy ez itt az elején van rögtön. A sisak növeli a bejövő sebzést. Aha. Csak. Ez egy maci. Ez egy maci. Biztos, hogy itt van? Pedig itt van. Azt a rohadt. Macival nem akarok küzdeni. Nem is olyan szép az a sisak, így van. Már nem is akarom annyira. Hát egy jó ég. Vicceltem, maci, ne bánts, ne egyél meg. Hello. Jó. Elbételjük. Az a terv.
Ez is egy maci. Nyugi. Ha. Megvan. Battle Hammer. Ja, akkor ez is megvan. És akkor van... Tehát ez ennyi. Ez ennyi, srácok. Akkor ez a set megvan. Innen levesszük a fát. Nézzek, és közben be akarnak támadni. Ha nem lenne 10k körül a micimackó AP-ja, ha legalább nem lenne 10k körül a micimackó AP-ja, de gyors, sok AP-ja és gyakran öleget mocsog egy elemi. Ja, meg amúgy nem ad nagyon semmi értelmeset, most az, hogy ad lárvárt, írt, az én most sokra megyek. Nem akarok újjá születni. Na. Nem tudom, hogy hova rakhatta, ott van. És akkor berakjuk a mindkét fegyverét. Itt van, Rotten Battle Hammer. És van még egy... Valami Rotten akármi. Great Axe talán? Aha. Összekapcsolunk lámpát, jó? Meg egy ilyet. Szóval, hogy ilyen. Ja, ilyenkor felveszi a csukját. Tök király. Lehet, hogy ez egyébként más sapkával is működne. Nem, lehet, hogy csak ezzel működik. Ja, ez tényleg csak ezzel működik. Oké. De ja, király. És amúgy ez ad valami bónuszt. Na hát, így biztos nem ad. Könnyebb targetelni a hordozóját a sapkának. Ennyi. Ennyi. Ez ennyi, srácok. Ennyit tud. Úgyhogy visszaöltözünk gyorsan, és akkor folytatjuk a játszit. Mit lehet tudni amúgy erről a helyről? Magyarul nagyobb a lock-on distance PvP-ben. Uh-huh. Misfortune ahead. Megnézem amúgy, hogy elhagytunk-e valamit. Igen.
Igen, explosív ghost flame az meglett. Nem. Minden megvan, srácok. Be! Megvan! Sok az enemy és erős? A szeretem, ha sok az enemy. Szintet kéne lépnünk. Amennyire én rejöttem, az csak annyi, hogy Mikéla, a kis szobrok őt ábrázolták, ide rejtette az átjárót, és az albina aurikoknak kerestek menedéket Loretta és Latenna. Loretta ezért hagyta el a kariákat. Aha. És valószínűleg azért van itt, én azt arra következtem, hogy azért van itt a Lord of Blood-os Mogwin palaszos átjáró, mert hogy köze van ehhez az Ordinához, illetve Meléniához és Mikelához. Hát hogy biztos, hogy Mikelának köze van ahhoz. Ezen keresztül menekítette el valamikor Móga Mikelát? Valami ilyesmi. Mit akartam csinálni? Ja, igen. Levelem. 90 ezer. Annyit szerintem nem tudunk összehozni. Mindegy, akkor megyünk tovább. Uh-huh. Nem halnak egyből. Tudjátok, hogy mi a durva? Az, hogy itt van egy újabb dudás fegyver. Nem menekítette, hanem lopta? Hát de ki hogy hívja? Na. Tehát, hogy itt van egy újabb fajta duda. Egy újabb fajta hangszer. Amit majd meg akarok nektek mutatni. Ez a kis síp, amivel ő nyomja. De van egy... Van a nagy síp, amivel én nyomom, és van a közepes síp, ami... Hát... Amit majd megláttok, hogy milyen. Mog elrabolta Mikélát, hogy felnevelesse, és ő legyen a tanácsadója, de Mikéla még válaszra sem méltatta. A havas területen a Mogwin palasz felé van egy kísértet, aki elmondja, hogy Mog elrabolta. Komolyan? Na basszus, őt nem találtam meg. Ide látod, hogy melyiknél van? Ő nála van a nagy. Ah, ott van. Nézd, ott a buksim fölött van. Rágondolsz. Az óriás duda az itt van a kezemben, Stay Alone. Az óriás duda. Ez a kis duda. Mini duda. Maxi duda. És a... a kettő közötti. Az ilyen... Az a nagyon duda, de nem nagy duda. Csak nagyon duda. Ó, ez komoly. Ő leesett? Leesett. Akkor jó. Akkor ez a hely jó. Ha itt lehet így dögdösöd. Ah, ő is nagy darab. Mi a fene? Ez Legacy Dungeon-nek minősül? A harmadik duda nagyobb, mint az enyém. Komolyan? Én azt hittem, hogy az ilyen közepes duda. Aha, nem, ahol nem lehet lovat hívni. Aha. Milyen sötét van kint egyébként. Ők véreznek?
Vajon? Azt látom, hogy az embereink véreznek. Az emberek. A humánus játékosok. A nem humánus játékosok nem vérezhetnek, ezt nem tudom. 10-es Golden Rune. Nem tudok senkit se targetelni. Őt miért nem engedi? Na. Haló, közben elveszett a target? Édes jó Istenem. Jó, megfogták a gajak. Srácok, azok ott ketten vannak. Tehát, hogy ez nagyon jó ötletnek tűnt volna, de még jó, hogy időbe észrevettem, hogy ostobaság. Nagyon nagy ostobaság, amit akarok. Még hangyák is vannak. Mi baj lehet így van? Mi baj lehet? Az helyzet, hogy már nincsen manám. Jó, szerencsére lehet teleportálni. Ajaj. A muzsikusok. Igen, gondoltam. A trió. Aha. Jó. Jézus. Nyugi. Persze. Jó. Olyan, mint hogyha ezt Mikéla a világfa helyettesítésére hozta volna részt létre ezt a helyet, szerinted, Mobu? Nagyon jó. Jaj! De vajon vérzik? De vajon vérzik-e az úrot? Igyad. Nagyon jó. Még egy utolsó, hát ne. Kiderüljön, hogy vérzik-e tényleg. Aha, nagyon jó. A kis diák, ő vérzik. Ez már lehet, hogy sok. Aha, sok, de nem számoltam. Egyébként Mikéla hogy akarta megmenteni Meléniát, hogyha még meg se született? Vagy ő miért van tojásba? Nem, kérem a buborékod. Srácok, ott még egy virág is van. Kikrek egy idősek, csak Miki látka, hogy soha nem nőhet fel. Ó. De miért van ő tojásba? Basszus, ő ott föntről lövöldöz. Tehát, hogy egyáltalán nem nőhet föl, ő mindig baba marad, vagy mi? Jó. Hát ott majd Melénia és Mikéla a szobor van a területen, és Melénia jóval idősebb. Uh-huh. Elfogyott, srácok, a manna. De tudunk szerencsére csinálni. Aha,
ez jó. Jaj, a duó. Igazából. Kezdek rájönni, hogy miért nem haladok a játékra, mert téged nézek folyton, ahogy haladsz? Azt mondjuk lehet. Azt mondjuk lehet, hogy azért nem haladsz. Valaki meghalt. Elfogytunk. Szerintem még egy kell. Igen, ezért jövünk. Scarlet Rotty. Ó! Ó! Nem volt eredetileg tojásba a fával együtt, elvileg megnőtt volna, csak nem fejeződött be a folyamat. Aha. Guborra nem jöttem még rá, de vannak lentebb hasonló gubok, szóval szerintem a fához lehet köze, hogy ne pusztuljon el. Gideonnak van egy fél mondata, hogyha a Helix Tree él, akkor mi kell, amíg mindig, de nem fejezi be a mondatot. Csinálni akart egy második világfát, beleülni és együtt felnőni vele, közben isteni hatalmat szerezni. Ez egy buddhista legenda, hogy vannak ilyen szerzetesek, akik a fával egyben nőve nőnek és örökké élnek. Az új hatalommal meg tudta volna gyógyítani a testvérét és fel is nőtt volna. Ó, szóval, hogy Mog közbeszólt és tönkretette ezt a folyamatot. A szemét. Én viszont most gyorsan elszaladok mosdóba egy pillanat.
Na, itt vagyok. Durva. Szóval... Szóval Mikela egy kis demigád volt, aki tudott csinálni egy világfát. Ez mondjuk sokat elárul, srácok. Ez mondjuk sokat elárul, szerintem. De durva. Hát lehet, hogy nem leszünk meg. El kell mennem Vendorhoz. Ez a leggyorsabb. Ortopéd memóriám van. Ilyen szempontból emlékszem olyan félmondatokra, amit megjegyez valaki, hogy egy másik valaki tesója állítólag lent van a barlangokban. Ez tök jó. Ez hasznos. Sheetka. You have returned. Na most menjünk kell? Pillanat, srácok. Oké, sitkának pergetés. Ja, tehát 173.000 rúna kell, azaz kell még nekünk 6.400. Tudunk-e annyit csinálni? 6.400. Aha. Hát remélem, hogy jól számoltam, skacok. Ó. Semmi gond, elnyomunk egy 200-ast, azon nem múlik semmi. Így van, Vekerle jól összefoglalta, a homezőről maradtál le és a fa tetejéről. Pontosan. Pontosan. Jó, és most mehetünk vissza. Azért jövök ide, mert itt a vendor fixen. Viszont ezt a helyet még tovább kéne... Tehát továbbra is itt nézelődni kéne. Jajaj. Tehát... Szerintem ami nem jó... Pedig jó. Akkor állítunk egy időt. Köszi szépen a pergetés mindenkinek, srácok. Most azt hittem lefagytunk. Tehát... Oda mentünk le. Gondolkodom, hogy nem lenne jobb visszafelé haladni. Most azon is gondolkodom, hogy mi lenne, hogyha... Akit lehet, azt lekardozni. Van-e valami gyengéjük, srácok? Hogy érdemes lenne valami speckó támadással próbálkoznom.
Ja, és néha olyankor be is fagy, Vekela. Backstab. Én most a saját repertoáromra gondoltam. Mármint, hogy... Ja, nyilván backstab is a saját repertoárom. Fizikára meg a holira rezisztensek, aha. Uh-huh. Igen, meg kéne fújni a saját bubiaikkal, például. Négy. Öt. Hat. Hét. Ennyi elég kell, hogy legyen. Az de szemét volt. És túlélte? Nem. A fizikára érzékenyek és a holira rezisztensek. Ó, oh, oké. Okay. Tehát visszamegyünk, állítunk időt, mert hogy én napközben... Én mondjuk a morning az jó. Igen, a fizikára az én karakterem is érzékeny. Az, igen, tehát most már nyomta másik. De közben ő is leesett, azt nézem. Az a gond a véreztetéssel, meg a legtöbb támadásom, hogy iszonyatosan sok manát zabál. Ja. Szívás ez a rész abból a szempontból, hogy... Nagyon resource igényes. Szia, Aquilán! Tehát... Próbáljuk meg újra. Na, ez lucky. Ez lucky move volt. Á, nem. Az nagyon nem. Dr. Sam, köszi szépen a másfél év támogatást. Üdv újraét köztünk. Srácok, peregjenek a szegénk Dr. Slime-nak. És gratulál az újabb badge-ethez. Mi újság van ott? Ocsmint. Ez halál lesz, hogyha én itt próbálok meg akciózni. Ez járható. Oké, ide el kell jönnünk. És ott a trió. A triót is meg kéne dobálni. Az lehet, hogy nem lesz elég hosszú. Az pont nem volt elég hosszú. Viszont az ő érdeklődését felkeltettem. És ez sem volt elég hosszú. Mi a helyzet, Gabe?
itt egy nagy darab is. Megnézzük az ő fegyverüket. Jó. Megnézzük. Megnézzük a nagyot. Kicsit hamis még? Hát mondjuk, ha... Ez gond. Hát igen. Ez szívás. Na jó. Akkor most végigszaladunk. Most jön ez a rész, hogy végigszaladunk. Tehát. Nem érdekel ez se? Ez jöhet, az jöhet. Na csá! My beloved! Nagy darab. És hozzájuk így kell elvileg felmenni. Ugye? Nem, nem, nem így kell felmenni. Mi lehet az út oda? Nem hamis, hanem kortás. Ja, akkor ez meg nem értett művészet? Még. Tehát... Nekünk... Édes jó Istenem. Mondjuk mi lejjebb voltunk egy szinttel. De ennek sokkal több értelme van, mint hogy egyesével próbálom legyilkolászni itt a népeket. Ennyi értelme biztos van. Hát nem, nem is jó volt az irány. Wow. Igazából akaratlanul találtunk egy shortcutot. Nem? Hoppácska, az mondjuk baj, bajos. Kétezret adnak a hangyák. A hangyákok. Megpróbálom, srácok. Most jónak tűnik. This is the run. Ti is így látjátok?
Amíg nem akar felrepülni, addig jó. Igen, igen, szerintem ez elképzelhető. NBA menetrendben le vannak ezek a dolgok írva egyébként, hogy mikor mi fog peregni. Nézzétek csak ott egy loot. Akkor ez az irány valószínűleg kell nekünk. Ott vannak fönn, ott van fönt a trió. A trióval nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Jó, most össze vagyok egy kicsit keveredve. Bendegúz az a helyzet, hogy elolvastam a kérdésed, és közben megláttam azt, hogy hogyan írtad le azt, hogy ajánlod, és így megborultam kétszer, de egyébként a hármat javaslom. Ha megteheted, akkor meg a trilógiát nyomjad. Mindjárt olvasom itt a lore gondolásokat, lóros agyalásokat. Léci, add ide! Nem adta ide, mi? Nem. This is the run, én mondtam. Potency based bubble skilleket növeli. Ja. A buborék erő velünk van. Most már akkor hatalmas buborékokat fog fújni. Eddig is broken volt, most már még brokenebb. Kíváncsi vagyok, és látom, te figyelted a lore-t. A két világfal koncepciója hogyan fér meg egymás mellett szerinted? A fa felégetésnek lehet köze a Helix Tree-hez? Az Eltri az igazi, isteni, isten fizikai megtestesülése, ez egy szó, nyelvtörő szó. Ebben a világban a Helix Tree az csak utánozta volna abban, hogy egy csomó erő egy helyen. Szerintem nincs összefüggés a kettő között. A Helix Tree az félkésznek is kevés volt. Aha. Mobu szerint, amíg az egyik van, addig a másik nem tud megerősödni. Aha. A buborék legyen velünk. Titus közben azt kérdezi, hogy a Lightning Spear-t most vettem meg, miért nem tudom elsütni? Hát ez sok mindenen múlik, tehát hogy veszel egy Lightning Spear-t, ahhoz kell katalizátor, az inkantáció, az inkantációknak szíla katalizátora, vannak requirementek is, hogy mennyi fate kell, hogy tudjad használni. Nem kérem a buborékot! Egy nagy darab. A nagy darabot még meg kéne... Ott is van egy loot ott fönt. De azt nem tudom, hogy itt van-e loot. Aha, ez nagyon jó. Egyed! Vérezte szemét! Ez
Smithing Stone 8. Ez pedig vissza a kezdetekhez. Hú, de rossz volt kifarmolni mind a három bubis fegyót. Ja, nekem most nem adta azt a szélesát. Pedig itt lett volna a lehetőség. Aha. Itt is vannak ilyen lootok. Tessék. Jó. Jahaj. Jahaj. De kis mókás ez a hely. De kis vicces. Ja? Véditek ki a nyucit? Osztrat! Gyere, gyere! Jó, nem a pukira gondoltam. Na nézzük! Uh-huh. Kaptál egy harmadik Black Eye skint is? Na, gratula, Bazsi! Ó, itt a trió! Itt a triónk, srácok! Ja, ezt megnyomtam, ezt nyomtam be az előbb konkrétan. Édes Istenem, noob. Nem. Édes a bosszú, srácok. Édes. És megint elfogyott a manám. De lett Stone Sword kijünk. Na, skacok, mit szóltak? Jó fél le, igaz? És hozzám máshogy kell menni. Jó.
Jó. Szerintem megvagyunk. Igaz, skacok? Ezzel most megvagyunk. Jó, kapcsolunk egy lámpát. Kapcsolunk egy ilyet. Mondom egy ilyet. És akkor megnézzük, hogy ez merre vezet. Nézzétek csak itt egy lift. Ez a lift, ez még nem működik. Itt majd shortcut lesz. Melania nevét már sikerült megjegyezned. Én is megjegyeztem, de nem úgy, ahogy ti. Hát tehát ide föl tudunk jönni. Hát ami perpil nem tudom miért jó. Ah! Nem akarunk ide visszamenni. Van-e kedvetek tesztelni? Jó, tehát hogy ez nem olyan lift. Ez olyan lift, hogy ebbe bele kell szállni és akkor felhúzzák. Hát azt akartam megnézni, hogy fel tudjuk-e húzni ezt a liftet is. De ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Mert hogy ennek van teteje. Miért raktak rá tetőt? Te is kipróbáltad, Bobakrom? Ha... abba az azulába bevált, akkor itt is beválhatott volna. Júj! Tényleg amúgy, srácok! Itt jön lassan Millicentnek a questje. Ugye, skacok? Odébb... De hogy ezen a területen. Nekem farumba pont működött, képzeld be kellene. Ajaj, kikapcsolt a lámpa. Basszus. Kombás enemy. Erre felé van, aha. Aksa. Bízom benne, hogy ez az opcionális terület. Ajaj. Tudja használni a létrát? Erre vagyok kíváncsi. Nem. Ez a nyaraló rész. Aha. Ő olyan komolyabb mizbeg ott ennek tűnik nekem, srácok. Morcos mizbeg ott ennek tűnik még hozzá. Mizbeg ott en morcos. Jó.
Pearl Drake Talisman 2. Oh, oké, okay, meglát. És itt látok valami lefele utat. Ott egy gombás barát. Én átugrottam, odasúnyogtam, elloptam a lootot és elsúnyogtam. Az is egy megoldás. Gombás barát, meg mizbeg otten. És ott egy loot. Tehát itt lehet még feljebb menni. És ott meg hárman vannak, három gombás barát. Nem, nem, az több gombás barát. És miért világítunk ott fölül? Hűha. Aha. Ők a... akik vannak az akadémia alatt. Csak ők még gombásak is pluszba. Ugye? Meg rottyosok. Rottyosok és gombások. Neked a nyakadba ugrott az oroszlán király? Egy újabb létre. És ott egy, ott is van egy mízveg otten akárki. Szia Zoe. Hát gőzöm sincs, srácok, hogy ennek most itt mi értelme. Tehát, hogy ez most miért jó itt? Tehát, hogy itt így nem lehet felugrálni. Ez miért jó, srácok? Ez a rész. Szerintem semmi. Kilátó maximum. Aha, tehát az ott fájna. Ott a Melania Mikkel a szobar, először azt hittem Marika, de a hiányzó kar árulkodó. Ott. Azt mondta... Ja, látom. Aha, látom, hogy mire gondolsz. Azt mondja, mert szerintem megnézzük közelebbről. Ja, látom, ott is ott van. Jó, nem szivattuk meg magunkat. Ó. Most nem tudom eldönteni, most akkor... Jó, visszamegyünk oda. Hát, hogy... Ó, basszus. Hú, de jó jég! Te vagy már jó képű bronzon. Várj, itt van még egy. Jó, őt nem érdekelte. Ok. Rank up. Hold the line.
This hamlet shall not fall. Ádám, micsoda jó időzítés, köszi szépen a raidet. Hello, hello, üdv mindenkinek. Hogy ment a Lego Star Wars? Márha az volt végül. Üdv mindenkinek, skacok. Ahó, ahó. Jó volt? Most másik irányt fogunk megnézni, srácok. Én is már várom, hogy tudjam nyomni. Aha, itt ez chestnek tűnik. Nem chest, ez csak chestnek néz ki. Jézusom! Our modest fellowship expands. Praise the South. Ne. Mindegy. Samons, köszi szépen a 23. feliratkozás ajándékozást a csatornán. Köszi szépen, hogy Zoe. Hanyadik hónapját is? Nézzük csak. Ja, én varázslóval nyomom. Ez ilyen hibrid, fejtes, intes karakter, aki néha kaszabol meg, néha fújja a buborékokat is. Szóval Zoe-nak a negyedik hónapját ezzel megvalósítottad. Köszi, köszi. Srácok, peregjenek a szvegek. Ja, hát nekem nagyon tetszett a DS3-ban ott piromanta buildet nyomtam, és nagyon-nagyon megtetszett a piromantáskodás, és hát végül ott is ilyen varázsló lettem, hogy így mindenféle varázslatot nyomok. Na, nem esetlen. Srácok! Nagy a baj! Szóval így ugrottak a nyakadba. Mellé. De élek. Jó. Azt hiszem, így most már megvan, Csabi, hogy mire gondoltál. Nem szabad félváról vennem ezt a warriort. Oké. Okay. Úgy. Köszi szépen Astronomist és Golden Samurai szvegpergetést. Szerencsére... Oké. Okay. Meggondolta magát. De jó. Na most figyeljetek, srácok! A burst. Ancient Dragon Smithing Stone. Megérte a burstot. Felveszem a lootot, a loot az megmarad. Oké.
ami nem marad meg, azok a... Amint, hogy... Tehát, hogy a loot az úgy marad meg, hogy nálad marad. Értem. Az ellenfél pedig újjáéled. Áh! Hát a gyakorlatilag a... Ne, szívassatok! Gyakorlatilag szerintem a virágokat hagytuk ott. Meg itt vannak pókok. Haló? Igen, a random dobnak az enemy clue-t, azt újra fel lehet venni, így van. Szia, Xoren! Szia, Altareon! Itt van egyébként a szobor. Ott van Melania. És ott van a kicsi Mikela. Csigánkat mondtam, de hangyákat akartam? Az könnyen lehet. Tessék, még csigák is vannak! Tehát, hogy vannak azok is. Tudat alatt megidéztem őket, a csiguszokat. Taka van. De jó. Szerintem ő idézi meg azt a kristályizét. Óhó! A csigák a spájzba, a hangyák pedig a gatyába. Ez a kérdés, hogy ez működik-e, mint feljáró. Nagyon jó, nagyon jó. Így újra megcsinálhatjuk. A mesterre build-el, kellemetlenek a kristályizék. Ja. Ők mindenhogy kellemetlenek, szerintem. Azt nem tudom... Akarom? Jó, hát akarom, mert hogy ott van loot. Tehát hogy egyértelmű, hogy akarom. Ha ahol loot van, azt én akarom. Ja, tehát... Hangya 1. Hangya 1. Ott van hangya 2. Jó, hangya 2 is megvan. A lámpa még mindig kell nekem, mert nem látok semmit. Aha. Éóniai Butterfly. Oké. Most már tudjuk, hogy ez az út, ez nem megérős, max, hogyha hátulról akarunk menni. Ja, a mocsok nagy kalapáccsal még nem csapkodtam őket, hogy megnézem, hogy mennyire törékenyek. Na de jó. Azt a rohadt! Szia! Hello! Ez itt nem megmászós. De hol csilingelős? Uh-huh.
Jó, ő csak egy kis enemy. Csak. Jó, hát ez a hang. Alattunk. Ezt így akartam, srácok. Így van. Lehet, hogy fel kéne vennem a gombaruhámat. Egy inkább suicide lett, remélem láttátok, inkább lepottyant. Gomba nyelven kiabált egyébként. Na. Jó. Itt is van egy létra. Ez milyen létra? Aha, le tudok ereszkedni. Ott egy enemy. Hát ezek szerint igen, megéri, megéri, abszolút megéri a lezuhanás. Valamit chillingel. Kíváncsi vagyok, mire megy majd ki ez a gombázgatás itt. Ja, tehát itt csak gombás ellenfelek vannak. És egy láda! Végre egy hasznos dolog! Láda! És oda hogy? Hogy megyünk oda? Azt se tudom pár pillanat, hogy... Ja, tudom már, hogy hol vagyunk most. De oda én nem fogok tudni átugrani. Vagy mégis? Aha, látom. Látom. Itt van valami lejárat szerintetek? Azt nem is néztem. Látszólag amúgy nincs semmi. Ide nem tettek korlátot. Na nézzük. Na most sikerült. Aha. Talán innen oda át. Tizenkettes Golden Rune. Azt nem akarom, ami ott a ládát őrzi, mert biztos van valaki, aki a ládát őrzi, srácok. Jó, látszólag az csak egy gombás uraság. Bevallom, leestem itt, hogy háromszor mire mesztelenre vettük, közben sikerült az ugrás. Nézzük, hogy megéri-e ide jönni. Nem. Szia, Adria második. Mi újság, mi újság? Ez az ajtó meg nem működik. És vannak-e nem itt? A létránk. Jó, és akkor itt van még egy létra. Azt meg kéne nézni mi. Mit szóltak?
Oh. Na, mit szaltak? Ó, oh, basszus. Ah, és ott a sarkát. Viszont ott valaki őrzi. Plusz hús, stamina? Hát nem, nem nekem való az a helyzet. Úgyhogy sajna az én biedemben ez nem annyira megérős. Na jó. Hát, egyszer élünk, nem? Srácok. Oké, jöttek a villámok. Kicsit lassan haladunk most, srácok, de ez direkt van. Nézzétek csak! Átlóg a ruhája. Ja nem, az csak egy kis gomba. Jó, nagyon jó! Erről pedig elhittem volna, hogy titkos. Ő csillogat itt végig, srácok. Hát... nem. Az amulettet leszámítva, már akinek ez hasznos, azt leszámítva itt semmi érdekes dolog nem volt, nekem legalábbis. Ez mondjuk elég érdekes itt. Aha, ez tényleg érdekes. Basszus. Kedvet kaptál? Na, a varázslás miatt? Vagy mi miatt kaptál kedvet? Szerintem ez járható út. Nem. Francba. Francba. Nem baj, végig szaladunk. Az a gond, most élnek a csigúszok. Az elején a varázslás sokkal nagyobb szívás. Amúgy ez igaz. Ugye ez nem vicc. Ez tényleg iszonyatosan nagy szívás. Főleg azért, mert nem lesznek képességeid az elején. Azért lesz szívás.
Aha, tehát ő egy varázsló. Egy garázsló varázsló. Ja, én nem használok dash staffot, de ez azért van aviáde, mert ez egy hibrid staff. Én azért használom. Szóval nekem ez a mentségem. Okay. Ja, a weapon art leszedi a buffokat. Weapon art? Mire gondolsz? Csak pont hibrid skill-ekhez nem használod. Az nem baj. Az nem baj egyébként. Mármint, hogy... így nem járok jobban. Tehát, hogy... Várjatok, mindjárt elmondom, hogyha... Tehát, hogy ez sárga sok. Tehát... Sokkal jobban járok egy hibrid staffal. Mint egy pure fétessel, vagy intessel. Mert hogy... Ezért mindkettőből skálázódik, nem? Nem? Jó, nincs gond. Így is jó. Ja, hogy Vekerlivel beszéltetek. Ami nem hibrid spell, ott nem ér semmit az egyik stat. Megnézem majd, hogy akkor hogyan gondoljátok. Kellemetlen, srácok. Most még jók vagyunk. Most nem. Buborékos jöhetne most. Most már lassan be fognak jönni a képességeim. Igen. Az enyémek meg nem mennek ki. Basszus.
Igen, hílel nem kellett volna mindenféleképpen. Valószínűleg ők újra jönnek. A Lightning Spear nem skálázódik intből, akkor a staff hiába. Ja. Én azt hittem, hogy a sorcery boostok, meg az incantation boostok, azok hatnak mindegyik képességre. Nem gondoltam, hogy nem így van. Hybrid spell az így mi lenne egyébként? A death-es? Az igen, milyen távolról lő. A det és a holy, aha. Ubik. És mi meg is tud ölni. Jó, tehát akkor ez lesz az út egyébként. És a buborékozás. Aminek intes és fejtes requirementje is van. Aha. Hát akkor én rosszul gondoltam, hogy hogyan működnek ezek a cuccok. Jaja, akkor így, ez így nincs kihasználva. Mondjuk jelenleg amúgy is csak világításra használom. Tényleg azt hittem, hogy ez az int fate, ez azért lesz jó, mert hogy hibrid a statom. És akkor mindkettőből skálázódik, de hát nem skálázódik. Most így talán sikerül megcsinálni, skacok. Nem, de hát ők már itt vannak. Ah, de jó. Én azt hittem, hogy ez úgy működik, mint a DS-ben, de akkor rosszul gondoltam, srácok. Mindkettőből skárázódik Wardam. Ez is, meg a szílem is. De ezek szerint ez nem úgy működik, ahogy én gondoltam. Vagy csak a szílek működnek? Úgy nem tudom. Na végre. Az kiderül, hogy még vannak többen. Tehát, hogy amúgy itt van, nézd csak. Sorcery scaling, int és fate, és még boostolja a deteseket. Itt meg a fundamentalistákat, és mindkettő hibrid. Csak az egyik inkantációt, a másik meg sorcery-t boostol. És arra gondoltam, hogy akkor biztos jó lesz mondjuk Ricardo izéjére például. Tehát például erre. De úgy néz ki, hogy erre mondjuk pont jó, mert hogy mindkettő kell hozzá, de mondjuk akkor azt mondjátok, hogy egy Comet Azurt például
nem bósztal. Akkor ezek szerint egy Combat Azure-t nem fog bósztalni. Az én staffom. Tehát, hogy annak mindegy, hogy mennyi a fétem. Ezek szerint, ahogy elmondjátok. Mert hogy a hibridnek pont ez lenne a lényege. Hogy boostolja. Szerinted boostolja? Hát szerintem is, hát azért van ott, de... Én meg azt mondjátok, hogy nem úgy van. Nekem a Dragon Seal, ami Arcane-ből scale-el boostolva, a nem Arcane-imákat is. Igen, vannak ilyen különféle szílek. Ja. Ja, ez például szintén, ez csak fétes, és ez a tüzet boostolja, ez meg a Dragon Cult inkantációkat, az R3 az fétes, az valószínűleg, hát ez nem tudom, hogy miben jobb. Nem tudom, miben jobb az R3 is például. Ez a Gutslayer-eseket, de ez csak fétes, ez a Bestial cuccokat. Aztán itt van a Frenzy Flame-es, ami mindenből scale-el. Jelenleg már nem használsz a világításon kívül mást. Hát, ja, most nem használok mást. Most nincs sok értelme, hogy van intem például. Mondjuk, de van értelme. Hát... Nem, nincs értelme, mert szerintem nem használok olyan inkantációt, amihez mindkettő kell. Tehát abból a szempontból nincs értelme. Mindjárt megnézem. Ez fétes. Ez is fétes. Ez is fétes. Fétes. Árkénes fétes. Hát ja. Ja, így nincs értelme az intnek például. De igazad van, Alekred, mert a fegyverem az intes fétes, úgyhogy mármint hogy nem ez, hanem ez a Sword of Night and Flame. Ilyenkor az int erősíti egyébként a mindkettő sebzést. Az adja magát egy boss területnek egyébként. És akkor még egy ilyen szemeten át kell futnom? Hogy ez ki, hogy nem? Loretta. Buborék! Fel kéne venni a sapkát. Az fáj. Buborék! 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 Loretta's Mastery. Loretta's Varsica. Nem vagyok biztos benne, például DS3-ban is a Siris talizmán az AA skálázás csak Dark Miracle-höz volt jobb.
a Saint Talismannel, ami ES, ami hasonló spell buff-a jött ki vele. Aha. Nem teszteltük ezt annyira le. Ja, Loretta megkaptam. De arra nagyon kíváncsi vagyok. Visszajövünk a tesztelőhelyre, hogy a sapka az mi újság, milyen. Te 40 percet ütötted, Bobakrom? Hát ez a Bobi, ez brutál. Szia Viridiana, üdv mindenkinek srácok. Na, nézzük az első buborék mennyit sebez. 639. 639 az első Bobi. Most csak a sapkát fogjuk megnézni. Jó lurkálást. 7.34. 7.34, tehát 6.39 volt és 7.34 lett vele. Aha, akkor ez megérős. Ez nagyon megérős ez a sapi. Ja, hát akkor még boss fight közben sapkát is váltunk, mit szóltok? Jó, nyilván attól függ, hogy milyen a... ezért fight. De hogy ezért megérte akkor eljönni. Igen. Azt akarom megnézni, hogy elhagytunk-e valamit. Talizmánok megvannak. Megvan Loretta Mastery, megvan War Shitskle, megvan. 15%? Ja, valami olyasmi, Momu. Ez elég király. Jó szundizást a babának egyébként. War Shitskle. Itt van. A vége meg 1006 és 1009 elég masszív különbség. Ja, hát ugye mindegyik buborékra hatással van, tehát a rengeteg buborék jön ki, és arra minden egyes darabla plusz 10, az nagyon-nagyon sok. Tehát az halmozva brutálisan sok. Loretta Slash. De király, jól néz ki. Azt a rad, de menő. Arra még Alex talizmánja? Alex? Ja, hogy Alexander? Ja, az rajta van. Az rajta van. Meg a Gatfree is rajtunk van. Lehet ezt a fegyvert kifarmolni? Hát most ütöttem ki. Pont ezen a helyen, Pulai, ahol éppen vagyok. Na. Az a helyzet, hogy most már nem kell ez a sapi ahhoz, hogy tudjunk mindenféle varázslatot, szóval jöhet ez. Godfrey szerintem nem erősíti, mert nem charge-os. Aha. Ebben igazad van. Zakika. Valóban nem charge-os. A Bubisra gondoltál. Hát itt ezen a helyen, ahol látsz ilyen fegyverű enemiket, illetve a Kapitóliumba. Wow. Mit írnak? Tranquility, vagy mi? Legalább egy boss töltünk. Hát azokból az enemiből kell, akiknek ilyen a feje, mint az enyém. Ott az ott nagyon véres, srácok. Egy láda.
Igen, gyakorlatilag, ha elmész a Kapitólium ide, akkor itt kijössz, lejössz, és itt rögtön lesz egy nagy darab, vagy itt, nem tudom. És van Bobby sereges? Az nagyon zsír. Precious item van előttünk. Meghalálok. Mehetne a zenekar banda? Félek. Mit írnak? Az éjszakai bosszokat is mind megölöd? Aha, aha. Az eddigi területeken mindenki meghalt, akit meg tudtam ölni. Hó, ember! Szóval Szabi. Jó, hát itt egyértelműen lefele kell menni. De csekkolgatni kell, hogy hol lehet kiugrani. Hát ne szédüljetek. Ó, elfél Brace of the Helix Tree. Na, itt kell, innen kell szereznünk Seedwet körzöket, kettőt is. Clearwater Knight Sword. Zsír. Oh, hello. Again we meet. I can only surmise our purposes are aligned. In which case, allow me to explain myself. I am of Melania's blood, but in what capacity? Wow. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case though, I am certain of a kinship between us. Wow. There is something I must return to Melania. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the sky. Valami kapcsolatban áll Melania, Meléniával. To meet Radahn's measure. There is something I must return, the will, the dignity. Okay. Milyen lehető szerintetek egyébként? Mármint, hogy itt most lehet spoileres, meg teóliás is akár. There is something I must, the will, the dignity. Okay. Hát itt mehetünk tovább. Valószínűleg a Millicent most ennyi volt. Jó. Gowry tisztázza. Ah, tényleg, most vissza kéne menni, mert beszéltünk vele, igaz. Hát, ha ad is amúgy nekünk valamit. Ez amúgy kiment a fejemből, köszi, hogy szóltál, Mubu. East kell nekünk. Vagy West? West.
Megnézzük. Minden egyes interakció után érdemes vele beszélni. Obba azt mondta. Haló? Néha a csúszásnál nem érzékeli, hogy most jó talajnál járok. Mármint, hogy már földet értem. Finding herself, is she? The words of a true innocent, the dear girl. Well, perhaps this is just as it should be. Little Millicent following in the steps of her mother, no matter what. This is their fate, after all. És vajon a lánya Radannak egyébként? Vagy csak simán a lánya valamilyen formába? Én nyomok itt most egy újratöltést. Wow. Hát, ha mond valami újat. Tanítani nem tanított semmi újat. Melania és Gauri a lánya. Wow. Hát azért talán ez az egyik legjobban kidolgozottabb sidequest. Momu. Hát igen, mert hogy ő csak nevelt lányaként hivatkozik rá. Ahogy én is kivettem a szavaiból. There is something of the will that was a dignity. De miért hiányzik neki is ugyanaz a keze? Amúgy ez tuti nem véletlen, és hogy tuti... itt valami több van a dologban. Mármint hát... ja, nem? Jó, innen folytassuk legközelebb. A legközelebb pedig ebédszünet után lesz. A VOD nézőknek meg bármikor, akármikor. Ilyen sajtjaink vannak jelenleg. Leírnám, hogy kicsoda, de megint kapnám a banánt, úgy gondolom. Mondja nyugodtan, hát igazából... mivel most beszélünk róla, mondjad nyugodtan, Szorán, hogy... te hogy gondolod, mit gondolod, hogy tudtad. Az Eoniai Butterfly-nak is van valami jó a leírásában? Aha. Lili. Butterfly. Amúgy rendezni kéne. Valamikor ezek a részei voltak a rohadás istennőjének szárnyainak. Millicent Melania egyik része, a Radana való közdelem után vált ki belőle, ő az önbizalma, az erősebb része, és újra egyesülni szeretne vele Millicent. Ja. Akkor jól gondoltam, hogy itt valami több van. Jól gondoltam, hogy itt valami több van. Okés. Statokat mutattam. Még azt megmutatom nektek, hogy hány óránál járunk. 113 óra. Úgyhogy én jól tippeltem azt, hogy 120 alatt nem fogunk végezni. Akkor váltak ki belőle, amikor a Scarlet Rot felé fordult, hogy győzhessen. Durva. És az öreg csak megtalálta őt, miközben haldoklik a rottól. Durva. Meg most már arra is kíváncsi vagyok, hogy valójában
miért volt nála, miért volt Onilnál egy tű, amivel mondhatni majdnem, hogy meg tudta tisztítani önmagát. Na mindegy. Elmegyek kajálni, aztán megbeszéljük ezeket a dolgokat.